reggeli személy. Aki egy olyan szakértő, aki az elmúlt pár évben rengeteg energiát fektet abba, hogy társadalmi tudatosító munkát végezzen, kritikai megfogalmazásokat és javaslatokat tegyen a hatalom gyakorlói felé, ami az egészségügyet illeti. Talán ennyiből sokan már kitalálták, hogy a ma reggeli személy Kunes Zsombor orvos, egészségügyi szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és nagyon köszönöm a szavakat, az előbb illetett. Jó reggelt kívánok! Kezdjük egy friss történettel. Egy magyar híresség, véleményvezér bejelentette a legújabb terhességét, hozzátéve, hogy hát ennek elvileg nem kellett volna bekövetkeznie, meglepetésként váratlanul érte a dolog, szerinte nem lehetett volna terhes elvileg. És ennek kapcsán jegyezte ő meg félig tréfásan, hogy hát már csak ezért is szükség lenne az átfogó szexuális nevelésre, hogy ilyen meglepetések ne vagy kevésbé érjék az embert. Komolyra fordítva a szót, népegészségügyi szempontból miért olyan fontos, hogy a gyerekek és fiatalok beható ismeretekkel rendelkezzenek e téren? Ugye nem csak a szexuális oktatás, hanem meg az egész egészségkultúra oktatása lenne rendkívül fontos, de ennek egy része lenne ez még pedig nem is kicsi része a szexuális oktatás, amelyben a gyermekeket, illetve hát itt már nem is gyerekekről beszélünk, hanem tinédzserekről sokkal inkább, hiszen a 12-13 éves már menstruáló lányok az nem tekinthetőek 5 éves porban játszó gyerekeknek, hanem kőkemény tinédzsereknek. Sokkal fontosabb lenne, hogy ők egy kontrollált körülmények között ismerjék meg, vagy kapják meg ezeket az információkat, mint ahogy ez zajlik ma is, hogy gyakorlatilag összeszedik egymástól, illetve nyilvánvalóan a különböző csatornákon keresztül, itt én a social médiát értem ez alatt, az információkat, vagy pornó szájtokon. Szóval szerintem sokkal fontosabb lenne, hogyha ezeket az információkat megfelelő időben egy erre jól felkészített társaság tudná, tehát olyan trénerek, akik erre kiképeztek, akik maguk nem csak az egészség ügyjel vannak, vagy az egészségügyi hatásokkal vannak, vagy magával a kórkékkel vannak ezzel kapcsolatban tisztában, hanem megfelelő pedagógiai képességekkel is rendelkeznek, vagy erre felkészítettek. Tehát itt egy kommentben például megjelent az, hogy hát miért nem végzik ezt az orvosok. Nem feltétlenül képesek, nem feltétlenül alkalmasok rá. Alkalmasok, ugye megvan az egészségügyi ismeretük ebben, de az a pedagógiai ismeret, amivel ezt úgy át tudja adni, hogy megfelelően érzékeny 12 éveseknek úgy át tudja adni, hogy ez meg is maradjon, ez nem feltétlenül van meg benne. Ezért ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő emberek és megfelelő felkészített emberek hozzák létre ezeket a képzéseket, és hogy miért lenne fontos, mert erre nem válaszoltam. Egyrészt a születésszabályozásban rendkívül fontos szerepet játszana, hiszen nem abortusz fele kell nyomni a társadalmat, amit én abszolút egy nagyon rossz válasznak adok, de nagyon rossz válasznak tartom ennek a tiltását is. Hanem ez egy krízis megoldás. Ez egy krízis megoldás. Így van, így tökéletesen egyetetünk. Hanem ennek a megelőzésére kéne a társadalmat tolni, ennek a megelőzéséhez pedig egyrészt szükséges lenne azon ismeretek megszerzése, amelyet ezen oktatások keretében meg lehet. Másrészt pedig megint csak volt egy nagyon értékes komment. Szükség esetén akár ezen fogamzásgátló eszközöknek az ingyenes vagy nagyon könnyű hozzáférését biztosítani. Nem tudom, hogy emlékszik rá, a CBA-ban, direkt kiemelem, a CBA-ban évekkel ezelőtt volt egy óriási botrány, hogy nem adtak el óvszert. 10 évesen. Ez ma is előfordul egyébként a legváltozatosabb vegyesboltokban. De ez nonsense.
Tehát ez nonsens. Tehát ha még így is megpróbáljuk megakadályozni a védekezést, ez nonsens. De ez egy félreértés, tehát azért ezt tisztázzuk, hogy a magyar hatályos jogszabályok semmilyen módon nem utalnak arra, hogy ne lehetne bárkinek óvszert eladni. Ezek önkorlátozó bolti kiszolgálók döntései többnyire, félreértések, mert a szexuális segédeszközt valóban nem lehet eladni 18 éven aluliaknak, de ezek fogamzásgátló eszközök, és nem szexuális segédeszközök. Sőt, van, ahol én azt gondolom, hogy akár az kövezzenek meg, három tinédzser gyereket nevelek, tehát nem a falnak beszélek, ahol akár az iskola WC-ében az automatákat biztosítani kellene, hiszen azt tessék tudomásul venni, akár mennyire feudális szemforgató ez a társadalom, vagy bármely társadalom, ezek a fiatalok pontosan ugyanúgy, ahogy mi is annak idején, össze fogják rakni azt, amiük van. Szexelni fognak. Ennek pedig lesznek nem várt következményei. Ha szeretnénk ezt a nem várt következményeket csökkenteni, azaz az olyan terhesség megszakításokat, amelyek abortuszban végződnek, akkor nekünk erre fel kell készülni oktatással és megfelelő fogamzásgátló eszközök biztosításával. Oktatással akár olyan szinten is, hogyha azt nézzük, hogy a magyar fiatalok, és itt elsősorban a fiúkra gondolok, óvszerhasználati hajlandósága mekkora, akkor azért elég tragikus képet látok. Igen. Most még egyszer három tinédzser, amikor a gyerekeim ezt meghallották, ezt a hírt, így fölröhögtek, hogy nem ismeri az óvszert. Tehát, de nyilvánvalóan egész más ez a körülmény, ahonnan ők jönnek, és egész más mondjuk egy mély szegénységben élő körülmény, a szülőknek egész más problémája van, mint hogy megfelelő, vagy nincs is ismerete arra, hogy megfelelő szexuális felvilágosítást adjon a gyermekeknek. Hát és nincs is több ezer forintjuk egy csomag óvszerre, vagy 10 000 forintjuk egy, sőt most már azért inkább 15 000 forintjuk egy három havi fogamzásgátló tablettára, tehát ez is egy szempont, de eleve a helyes óvszer használat, mert hogyha még akár hajlandó is felhúzni az óvszert, igen, a fiatal. Igen, nem helyesen, igen. De ha nem tudja, régen, hogy ezt... Igen, ezt oktatták, én azt hiszem, hogy volt egy ilyen óvegylet egyesület, vagy valami ilyesmi, és az így járhatott oktatni. Én nem azt mondom, hogy ez a civil szférának lenne a felelősség, én azt gondolom, hogy ez állami felelősség lenne, az állami tanterv keretében kellene ezeknek szerepelnie, akár a hittan és az elköstan mellett. Családi életre nevelés. Így van, mert számos gyerek innen fogja megkapni azokat a releváns információkat, amelyeket egyébként valahonnan megpróbál majd összeolózva magáévá tenni, és nem fog sikerülni rendesen. Tehát én azért tartom ezt nagyon fontosnak, mindemellett még egyszer ez egy nagyobb, komplexebb egységnek a részének képzelem, ez pedig az egészségkultúra oktatása, amely már sokkal messzebb és hosszabb beszélgetésre tolódik. Igen. Hát a szexuális nevelés is bonyolultabb dolog, mint az, hogy egy banánon valaki megmutatja, hogy kell felhúzni egy óvszert, és az egész egészségkultúra is ennél jóval komplexebb dolog. Annyi talán minden területben közös, hogy pillanatnyi kényelmetlenségek miatt hosszú távú kockázatokat vagy nehézségeket, felelősséget vállalni, akár hiszen egy gyerek például felelősség. Az a kulturális alapgondolat, hogy az ember mérlegeljen, ez sajnos mindenféle egészségügyi döntéshozatali mechanizmusunkból úgy tűnik eléggé hiányzik. Igen, most azt azért látni, hogy azok a társadalmak, amelyek megfelelően feudálisak, ott ugye minden tiltás elve van, tehát a szexualitás tiltása, a fogamzásgátló szerek tiltása és az abortusz tiltása is, ennek megfelelően ezek a társadalmak rendkívül bombamódra szaporodnak, mert ugye természetesen a szexualitás mint ösztön akár megmarad ebben az emberi közegben, azonban az összes tiltások hatására a születésszabályozás az nem működik. A másik, és ez egy társadalmi probléma az én szemszögemből, ha azt kívánjuk, hogy a születésszabályozás megfelelően működjön, akkor azt nem kívánhatjuk, hogy olyan fiatal
olyanokat is belekergetünk a gyermekvállásban, akik egyrészt nem érettek erre a dologra, másrészt pedig nem is képesek megoldani a gyermektisztességes felnevelését. Ezzel egy újabb tragédiát görgetünk magunk elő a következő és következő és következő generációknál. Hiszen újra termelődik a szegénység, van, és igen. De nem csak a nem kívánt és egyébként megelőzhető terhesség és abortusz sok, és így az akár az irracionális gyerekvállalás, de nagyon sok a kívánt, de meg nem szült gyerek. Ez főleg a magasabb oktatási fokozattal rendelkező rétegének jellemzője a társadalomban. Beszéljünk egy kicsit a szülészetekről, hogy a szülészetek állapota például hogyan befolyásolhatja a gyermekvállalási kedvet, mondjuk annak az esetében, aki mondjuk szülne még egyet-kettőt kedve szerint, de mondjuk olyan traumatikus pokol élmény volt az első szülése, hogy abból nem szívesen vállalna be többet? Na most beszélünk akkor arról, hogy most mi van. Uh-huh. Tehát az van, hogy a hálapénz kivezetésével gyakorlatilag itt megszűnt az utolsó motivációs egység is az egészségügyben. Bármennyire is csúnya és elfogadhatatlan, a hálapénz volt az, amely akár a, nem csak a szülészt, bármely orvost vagy egészségügyi dolgozót arra motivált, hogy akkor még ezt a beteget is ellássa. Ez nem baj, hogy a hálapénzt kivezették, sőt, ez egy nagyon fontos lépés. Azonban ezzel párhuzamosan én mindig azt mondom, hogy ki kellett volna vezetni, nem megszüntetni. Tehát ahogy a tőzsdéről is egy céget kivezetnek, úgy a hálapénzt is szépen kézen fogva, nagyon rövid idő alatt, akár fél év, egy év alatt, de ki kellett volna vezetni, mint hogy magyaros huszárvágással ezt megszüntetni, hiszen a kivezetése párhuzamosan tudott volna bevezetni olyan intézkedéseket a kormányzat, amely ezt a motivációt pótolja, és lehetővé teszi, hogy teljesítményorientált legyen az egészségügyi ellátás. Na, akkor visszatérve a szülészetre. A szülészetnél az történt, hogy hozzá kell tennem, a szülésznőgyógyászok azért már az utóbbi évtizedben, vagy nagy része, azért nem volt arra attól nagyon lelkes, hogy őt mondjuk augusztus 20-án a tűzijátékon is be lehet hívni szülni. A semmiből, vagy karácsonykor föl kell állni az asztaltól, és el kell menni, mert a kismama az éppen szülni fog. Épp ezért, aki tehet, az megpróbálta a szülés kérdést azt átpasszolni, vagy másképp. Hány olyan történetet adtunk, hogy fizettem, de nem volt ott. De volt olyan is, honnan korrekten ezt úgy oldották meg, hogy egy orvos csapat fölvállalta egymás szülését, és éppen aki ügyelt, akkor annál megtörtént. Na, az is fizetett egyébként, akinek a hasába könyököltek, és az is fizetett, akivel egyébként rendkívül megalázóan beszéltek, és az is fizetett, akit mondjuk a származása miatt egy császár közben az ő megkérdezése és tájékoztatása nélkül művi úton meddővé tettek. Istenem. Hát ez bűncselekmény. De ebből sajnos sok ilyen van, tehát hogy ezek az emberek mind súlyos százezreket fizettek, tehát akár erőn felül fizettek súlyos százezreket. Ez utóbbi azért tartom, mert ez tényleg egy nagyon durva bűncselekmény, tehát ezt nem próbálnám belekeverni a rendszer idézőjelben működő normál működésébe. Ez egy regionális jelenség, de... Tudom a sztorit is, de még egyszer azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény bűncselekmény. Ebből én nem követtem ezt az ügyet sajnos, hogy hol tart, hogy ebből született-e feljelentés, nem született-e feljelentés, de nyilvánvalóan ez egy olyan bűncselekmény, ami nem jellemzi és nem jellemezheti az egész orvostársadalmat, vagy a nőgyógyász társadalmat. Tehát ezt nem, persze nem, de nem egy egyedi eset. Nem, tehát, lehet, hogy én azt értem, lehet, hogy egy szűkebb csoport akkor látozik, vagy egy egyénre, de ez nem, ebből azért ne vonjunk le következtetést, hogy a nőgyógyász társadalom az ez, nem ez. Nem, pontosan persze, hogy nem. Inkább azt érdemes megnézni ennek a kapcsán, hogy milyen kétségbejtő helyzetben élő emberek vannak, és akár az az orvos, aki ezt a bűncselekményt, vagy azok az orvosok, akik hasonló bűncselekményt elkövetnek, egyáltalán nem biztos, bár etikátlan, és az esküjükkel tökéletesen összeegyeztethetetlen egy ilyen cselekedet,
De közben, ha azt nézzük, hogy akikkel szemben ezt a bűncselekményt elkövettek, milyen élethelyzetben vannak, akkor még csak azt se lehet mondani, hogy ezt feltétlenül gonoszságból csinálták. Nem, biztos vagyok, tehát igen, ezt én értem, de ez akkor is, tehát még egyszer mondom, ez akkor is egy hát a szószoros értelmében nem, de a végeredményét tekintve ugye egyszer funkcióját kötöm ki, egy csonkító műtét, tehát egy csonkító műtétet nem lehet végrehajtani úgy, hogy azt abba a részben ne egyez ember kivétel életveszélye hárítása esetén. Amennyiben ez így történt, az más kérdés, mert ilyen van. Persze, valóban, persze. Hogy de amennyiben nem, az megint más. De még egyszer mondom, azért nem tartom jónak erre kihegyezni ezt az egész történetet, mert nagyon elviszi egy olyan, ami nagyon fontos, hogy ezt felfedezzük, szankcionáljuk, és ezt megállítsuk, hogyha ilyen zajlik. Ez egy szélsőséges példa. Ez már rendkívül fontos, csak az általánosságból, az általános helyzetből nagyon, nagyon elviszi ebbe a szélsőségbe ezt a... Ez egy szélsősége a szülészeti erőszaknak, miközben a szülészeti erőszak kevésbé súlyos, vagy akár bűncselekményként nem értelmezhető formáiról, viszont már mondhatjuk, hogy rendszer szintűek. Igen, de ez ugye itt nagyon-nagyon-nagyon bonyolult elibikógázni, hogyha ez hogy néz ki szakmai szempontból, és hogy néz ki a beteg szempontjából. De hogy tovább menjek, mert akkor mondhatja azt is, hogy volt egyszer egy olyan botrány, és az megint egy szélsőség volt, hogy valaki éppen mindig akkor szültet nála, amikor a szülőnyei éppen akkor szültek, amikor ő éppen ügyeletes volt. És nyilvánvalóan ott volt valami beavatkozás, amivel meggyorsította. Rohamszülesztésnek szokták ezt hívni. Igen. Ez megint csak szakmai szempontból is elítélendő, tehát ez De miután ez nem egy általános helyzet, ez megint nagyon elviszi. Tehát jelen pillanatban az van, hogy a szülészeteken lévő egyrészt kevés a szülésznő gyógyász, mert aki tehette, az fogta magát, és nem kért köszönni szépen ebből az állami rendszerből, a jogállási törvényből, és elment magánellátásba. Azt tudni kell még egyszer, hogy mondjuk egy nőgyógyásznak azért amíg a hálapénz volt, a hálapénzes bevételének a nagy részét nem feltétlenül maga a szülés, mint aktus jelentette, hanem a terhes gondozás és az egyéb magánnőgyógyászati betegellátás. Most akinek megvolt a megfelelő pacientúrája, az hülye lett volna azt mondani, hogy ő kéri szépen ezt a jogállási törvényt, és holnap mondjuk Sopronból Máté Szalkára vezényelve helyezheti magát. Ő azt mondta, hogy köszönöm szépen, nagyon békésen el van a magán rendelésével, nem is akar többet szülni, mert nem akar hajna 3-kor fölkelni. Ő végigviszi a terhes gondozást a maga magán ellátásába, és a szülőnő megszüljön a kórházba, vagy a magán, valamelyik magánintézményben. Az látszik, hogy a magánintézményekben a szülések száma az megugrott. Ennek megfelelően viszont a kórházakban, miután kevesebbet a szülésznőgyógyász, nem motiváltak arra, hogy éjjel 3-kor fölkeljenek és bemenjenek a szülések. És a kórházban nincsen semmiféle szankció, hogyha bezárnak egy-egy osztályt. Így kérem szépen előfordulhat az, hogy egy megyében hiányzik egy adott időszakra szülészeti és nőgyógyászati szakma, mert nincsen. De az is előfordul, hogy egyébként lenne, mint a szolnoki példa, mert Örökszent Miklóson volt egy szülésznőgyógyász, vagy ott volt szülészetnőgyógyászati ellátás, csak éppen anesteziológus hiányzott, még mondjuk Szolnokon volt anesteziológus, csak szülésznőgyász, hogy ezeket összerakták volna. Nyilván vannak helyzetek, amikor nem lehet összerakni, mert azt mondja az ott dolgozó, hogy már pedig ezzel a vezényléssel ő is mond. Pont erre akartam rákérdezni, hogy hát ugye az ország egyes régióiban lassan nincs hol szülni, mert hát ugye, mint mondta, van, ahol az anesteziológus hiányzik, máshol a nőgyógyász. Ami viszont szinte mindenhol hiány, az az egészségügyi szakdolgozó. Hogyan hat mindez a hiány, és aztán majd kicsit még térjünk ki a szakdolgozókra jobban, hogyan hat mindez a betegjogokra?
És itt gondolok a szülőnök helyzetére. Szerintem már nincsenek betegjogok, tehát erről fölösleges is beszélni. Nincsenek betegjogok. Abban az esetben, amikor a kórházak úgy működnek, hogy a minimum feltételeket nem teljesítik, amikor megyei szintű kórházak a rájuk kirót ellátási kötelezettséget nem teljesítik, hiszen bezárják az adott osztályt, mert nincsen megfelelő szakorvos vagy szakdolgozó, akkor itt nagyon, tehát itt ez a betegjog, ez már így a polírozása a semminek. Nincsenek. Szóval ezzel így, mint a ellátás is akadozva van, betegjogokról is nagyon nehezen tudunk beszélni. Tehát hiába vannak itt jogszabályi keretek? Jogszabályi kötelezettsége egy adott fővár megyének, vagy már vár megyének, vagy főispánnak az egészségügyi az adott vármegye egészségügyi ellátásának a biztosítása. Ez a jogszabályi kötelezettsége mindenki tesz magasról. Nincs, tehát fogja, bezárja, és nincs semmi szankció. Vannak kórházok, ahol a szülészet, mert egyébként a fülorgégészet bámulatosan hiány szakma. Tehát van egy csomó kórház, ahol nem elérhető. Egerben nem elérhető. Miskolcra kell menni a betegnek. Gyermeki intenzív bezárásáról ne is beszéljünk. És a gyermeki intenzívek? Tehát még a legsérültebb gyerekek ellátása. Tehát nincsen, nem nagyon tudunk értelmezhetően betegjogokról beszélni akkor, amikor az állam az alapvető kötelességét nem teljesíti az ellátást, biztosítását. Egyébként, hogyha csak egy arányt akarunk nézni, hogy kicsit lássuk azt, hogy azért mi a helyzete itt a magyar társadalomnak, a népesség mekkora részének van jelenleg esélye mondjuk jó körülmények között szülni, és mi minden szükséges ahhoz, hogy az ember egy mondjuk komplikációtól mentes esetekről beszélünk, tehát hogy egy alapvetően jó szülés élménye legyen valakinek, erre hány százalékának van esélye a népességnek? Hát én ezt nem tudom ennek megmondani. Ezt megbecsülni sem tudom, mert ugye ez nem csak, mennyire bonyolult kérdés, nem csak egy adott részen elérhető szolgáltatásról beszélünk, hanem egy adott részen elérhető szolgáltatás minőségéről is. A minőség megítélésének pedig rendkívül sok szubjektív területe van. De hogy ezt megpróbáljam picit a másik oldalról, tehát az ellátó orvos szubjektív viselkedéséből mennyire kedves, nem kedves mondjuk, és mennyire befolyásolja. Hát, hogy mennyire tudja mennyire a van, természetes kísérést csinálni. Vagy a szülésznő, vagy az egészségügyi szakdolgozó szempontjából, tehát nem csak az orvos, hanem kifejezetten itt a szakdolgozók szempontjából is, mennyire érzi a beteg komfortosan magát. Egész más egy ilyen szint, mondjuk Németországban, ahol egy kipihent, jól megfizetett egészségügyi szakdolgozóval áll szemben a beteg, és egész más Magyarországon, ahol egy kifacsart adott esetben a harmadik munkahelyéről visszaérkező, vagy a kórházban már a 88. ügyeletét végző szakdolgozóról vagy orvosról van szó. Tehát ez is befolyásolja. Ha éppen most jött vissza szabadságáról, és teljesen rendben van, akkor nyilván egész más a hozzáállása, mint a 10. ügyelet után. Igen, valami ilyesmire akartam pont rákérdezni, hogy vajon hányan lehetnek azok az orvosok, akik teljesen másképp végeznék a munkájukat, például mondjuk a szülésre nem úgy tekintenének, vagy tekintenek maguktól, mint valamilyen traumás esetre, hanem egy természetes folyamatra, és a folyamat lekísérése itt ugye elvileg az orvos dolga, ami komplikáció fel nem merül. Nem, tehát végül ebben se nem értünk egyet ebben, őszintén szólva, ez nem egy orvosi feladat. Tehát egy normál szülés lekísérése sem feltétlenül egy orvosi feladat. Az orvosnak ott kell, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk egy kórházi körülmények között az orvosnak ott is elérhetőnek kell lennie, hogyha baj van, akkor közben tudjon avatkozni. Na egyetértünk, ezt próbáltam mondani inkább, hogy ami komplikáció fel nem merül, addig egy szüléskísérésről van szó, ott az orvosnak dolga nagyon nincsen. Nagyon nincsen, és nem is kell, hogy ott nagyon bele zsizsegjen a történetbe. Akkor kell beleszólnia, és szakmailag az egészet felülírnia, amikor eljut odáig
a szülés, hogy ott egy erős komplikációval néz szembe, ami már az ő kompetenciájának a megoldása. Ez lenne egy ideális, normális helyzet. Azonban az számos jogszabály nem teszi ezt lehetővé, hogy és ezzel az állam megint csak adós, hogy a szakdolgozók felé leadjon feladatokat, és a szakdolgozók ezeket önállóan meg tudják csinálni. Egyrészt kellene ez rendes szakdolgozóképzés, tehát nem OK és tanfolyamokon kellene képezni a szakdolgozókat, hanem ennél egy kicsit magasabb szinten. Másrészt pedig szükséges lenne azokat a kompetenciaköröket meghatározni, amiket el tudnak végezni. Egyébként erre volt egy kísérlet, hogy a kiterjesztett kompetencia körül ápolók tekintetében, de valahogy itt a Kásleri időkben ez elabortálódott. Tehát az egész gondolatkör, hiszen a feudális orvosi felfogás az takarja, hogy az utolsó injekciót is az orvosnak kell beadnia, hiszen ő az orvos, holott ez nem így van egy normális társadalomban, ezek a feladatkörök, ezek szépen tehetőek a szakdolgozókkal. És megjegyzem, hogy a bérezés mellett ez de nagyon fontos lépés lenne a szakdolgozókkal, hiszen az ő azzal, hogy növeljük a kompetenciájukat, azzal az ő ha növelem a kompetenciáját, azzal gyakorlatilag növelem a szakmai önérzetét. Így van, köszönöm szépen, hogy segített. És ez pedig megint csak egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen ideje lenne abból a 19. századi gondolkodásból, hogy ők a cselédek, kitörni, és nem cselédként alkalmazni a szakdolgozókat, hanem nagyon komoly partnerként. De mert legalább a szülészeket nem égetjük meg, a bábákat. Ez is egy előrelépés. Jó, de most én nem akarok itt átmenni a gerébügybe, mert elég sokat foglalkoztam vele, szóval azért van, amit meg kell égetni. Persze, nem is így értettem, hanem hogy általában az orvos presztízs miatt nem kell lebecsülni ma már elvileg. Még egyszer, hát ugye abban egyetértettünk mind a ketten, hogy az a normális szülésnél egy kórházi körülmények között a normális szülés, tehát nem házi, tehát nem otthon szülés, hanem egy normális kórházi körülmények között az orvosnak nincs ott addig különösebb keresni valója, amíg nincsen komplikáció. Adott pillanatban viszont nagyon keményen be kell lépnie, és nagyon-nagyon komolyan meg kell oldani a helyzetet. Ez az, amire szerintem egy szülésznőgyógyásznak ott benn kellene a kórházban, az egyik megoldana. Ebben a tekintetben a kórházakkal összehangoltan működő születésházak jelenthetnének némi megoldást? Nem. Tudja, miért nem? Én egyszer nagyon régen, még egy 20 évvel ezelőtt láttam volt egy sorozat a TV2-nek egy Kondász Andrával, ami szülőhelyeket vett végig. Tehát ilyen szülőotthonokat, akkor még volt például Újpesten is ilyen szülőotthon, ahol csak és kizárólag a szülőnökkel foglalkoztak, és volt minimális nőgyógyászati ellátás, de ügyeletben csak szülés körülég tekintett, és nem terhes patológiával, tehát a normál előre jól tervezett szülésekkel, tehát a jól kiválasztott beteganyag volt. És az volt az egyik konklúziója ennek a bennem, tehát nem feltétlenül ez volt a mondani valója, hogy ezek a kisebb szülőotthonok azért nem működnek annyira jól, mert egyszerűen nem komplexek. Tehát abban a pillanatban, ahogy ott egy csecsemővel volt egy kis probléma, mondok egy nagyon egyszerű példát, ez nem ott történt, csak hogy kézzelfogható legyen. Ugye a cserniék nagyon keményen járnak, és miközben életmentő, meg az összes koraszülött mentő, nem csak a cserni, miközben életmentő tevékenységüket folytatják, azért ők némi oktatást is ebbe belevisznek, és az egyik ilyen alapvető tény, hogy ha van egy problémás szülés, és megszületik a baba, akkor az első, hogy azért adjunk neki egy kis segítséget, egy kis oxigént mondjuk maszkon keresztül, hogy picit segítsünk neki, vagy csak fölé tartva. Na most ezzel olyan
hosszú távon és súlyosabb komplikációkat lehet megakadályozni ezzel az egyszerű manőverrel, amit aztán később nem lehet helyrehozni. Most ezek az ilyen egyszerűbb manőverek sem mennek, vagy ezekben a nem feltétlenül nem mennek, hanem ezeknek a elérhető, mert az oxigén az elérhető, a magának, a tudománynak az elérhetősége nem olyan egy-egy ilyen kisebb otthonban, ahol ez szerintem átmegy. Szóval ezen érdemes elvitatkozni, de én azt láttam ebből a sorozatból annak idején, hogy bizony-bizony a kisebb intézmények rosszabb minőséget produkáltak, mint a nagyobb intézmények. Tehát ami mondjuk egy nagyobb intézményben automatizmus volt, lásd ez az oxigén, az például egy kisebb intézményben nem feltétlenül. Ugyanis sokkal kevesebb szülésszám történik egy-egy ilyen kisebb intézményben, sokkal kisebb a problémás tapasztalat, sokkal kisebb tapasztalatból, sokkal lassabb válaszidő várható. Nem tudom, hogy ez most így az érthető-e. Tehát, hogyha én gyakran látok lombhullást, akkor előkészítem a gerebjét. Ha életemben háromszor, négyszer láttam, akkor majd csak ezt két nap múlva fog eszembe jutni, hogy ezt össze kell majd szedni. Igen, mert általában akik a születésházak, vagy általában akár az otthonszülés, ami azért egy másik műfaj, mellett érvelnek, azzal szoktak érvelni, hogy a csecsemő halandóság, a tragikus kimenetelű szülések száma nem magasabb az otthonszülés vagy születésház praxisban, mint a kórháziban. De nem csak erről kéne, tehát hanem hosszú távú követést is kéne ezzel tenni, hogy akkor milyen kimenetele van egy ottani problémás szülésnek és egy kórházi problémás szülésnek, és még egyszer nem ideális helyzetről beszélünk, tehát jelen pillanatban akkor, amikor egy megyében mondjuk nem érhető el a szülészet, szülészetnőgyógyászati szolgáltatás, akkor aztán végképp nem egy ideális helyzet. Hát ott nem lehet ott perc alatt. Össze lehetne hasonlítani bármire. A másik, amire ezt a lombos példát szerettem volna kihegyezni, tehát, hogy ahol naponta van mondjuk három szülés, ott jóval nagyobb rutinja van az egész személyzetnek. És itt nem csak az orvosról van szó, hanem az egész személyzetnek. A portástól kezdve. Uh-huh. A takarítónőn keresztül nagyon fontos. Nagyon fontos. Igen. Az egész személyzetnek sokkal nagyobb rutinja van, mint ahol hetente egy szülés történik. Tehát én ezért sem tartom ezeket a kisebb ellátóhelyeket egy jó iránynak. Az otthon szüléssel kapcsolatban, én ezt értem, de ez nem igaz. Tehát jelen pillanatban nem lehet egy normál, tehát egy válsághelyzetben vagyunk, itt nem lehet átlagot számolni, mediánt és semmit sem, mert még egyszer egy tök nagy válság kellős közepén vagyunk. Szerintem ebben a pillanatban azt kellene biztosítani, hogy egy megyében elérhető legyen legalább egy szülészetnőgyógyászat a nap 24 órájában minden nap, és majd utána, amikor ezt biztosítottuk, és ez stabilan működik, akkor üljünk le beszélgetni az otthonszülésről, hogy azt milyen paraméterek és hogyan lehet csinálni, mert amit a szocskáik annak idején felállítottak kritériumokat, az nem működőképes. Igen, és hát Geréb Ágnes sem a legjobb reklám. Értem erre az igényt, abszolút megértem erre az igényt, de akkor értelmes lenne erről úgy beszélni, hogy akkor rendben, amikor van egy normális egészségügyi ellátásunk, meg vannak a normális betegek. Amikor ha baj van, azonnal tudjuk, hogy kit, hova, mikor, hogyan. Elérhető a mentőszolgálat. Ki tud jönni a mentőegység időben, nem másfél, két óra, három óra múlva, akkor érdemes ezekről a kérdésekről beszélni. Jelen pillanatban most csak és kizárólag a szerencsém múlhat az, hogy az otthonszülés az milyen kimenetellel végződik. És itt van az a probléma is, hogy ez egy keresztbe egymás gerjesztő folyamat, miközben igen, ugyanarról a beteg érdekről beszélünk, mert egyrészt azok a történetek, amiket az orvos és szakdolgozó hiányos szülészetekről hallanak a várandós nők, azok elriasztó erővel bírnak, és terelik ezek a történetek egyre
a várandós nőket az otthonszülés irányába, egy olyan helyzetben, amikor egyébként a fellépő komplikáció esetén a krízisellátás az egyáltalán nem olyan biztos, hogy elérhető. És közben pedig roncsolódik az orvos-beteg bizalom. Ez a spirál, ez megy lefele. Tehát igen, erről a spirálról akarok rákérdezni, hogy ez női szempontból és a születendő gyerekek szempontjából mi mindent vetít előre, vagy elénk? Őszintén szóval én női szempontból megítélni ezt nagyon nehezen tudom, mert én férfi vagyok, és igen, át tudom érezni a problémát, de nem gondolom, hogy én hivatott lennék arról beszélni, hogy ez milyen női szempontból. Egyszer az tragikusnak is nevezte. Egyébként az is hát enyém diszonáns, hogy én, mint férfi beszélek így a szülés körüli helyzetről, és ez nem egy női diskurzus, hiszen sokkal inkább. Jó, rendben, én, mint apa, engem is érint az, hogy a gyerekem az később hogyan fejlődik, és milyen traumával vagy trauma nélkül született meg. Hát illetve az, hogy a felesége milyen szülés utáni poszttraumás tapasztalásokon megy keresztül, és ezt végül is az apa kíséri le, de akár orvosként is a szülőnő beteg jogi szempontjai abszolút lehet szerintem erről akár egy férfi orvosnak is véleménye, sőt én a férfiakat általában nem zárnám ki a nőkkel való empátia képességéből, tehát szerintem abszolút lehet egy... Az biztos, hogy nem csak tudja, amikor három ilyen, tehát ez én képem előtt azok a rémképek vannak, amikor három szent fazék összeül az abortuszról beszélni, és mind a három férfi, az egyik mondjuk egy pap, akinek életében, ha jól sikerült a papsága, akkor még szexuális élménye sem nagyon lehetett, vagy a papsága utáni időkben. Szóval tehát én ezektől próbálom egy picit itt távol tartani magam, hogy nem tétlen vagyok itt a nőiségről ebben a kérdésben beszélni. Hát szerintem egyébként pont a szentfazék férfiakkal szemben a nem szentfazék férfiak nem árt, hogyha megszólalnak. Tehát ez nem azt mondom, hogy nincsen helyünk ezekben a vitákban, csak tudni kell, hol a helyünk. Persze. Ez abszolút értékelendő. De hát ugye a kérdés az a betegjogi, illetve hát a szempont volt, akár a nők, akár a gyerekek szempontjából, hogy az ilyen módon romló orvosbeteg bizalom az hogyan hat a várható kimenetelekre? Igazából erre próbálok valahogy rákérdezni. Értem, tehát ugye a probléma ott van, hogy ebben a rendszerben mindenki vesztes. Mindenki vesztes, és mindenki rendkívül frusztrált. Ugye kezdjük a betegnél, a beteg veszteség az egyértelmű, nincsen tisztességes ellátás, vagy utaznia kell, és akkor sem biztos, hogy egy tisztességes ellátást kap, hanem morgó, frusztrált, egészségügyi dolgozókkal van körülvéve. És ráadásul miután nincsen minőségi indikátor, fogalma sincs, hogy mi történik vele, és hova került, és milyen kimenetellel számolhat. Ugye ez a beteg része. Uh-huh. Van az egészségügyi dolgozó része, aki pontosan ettől frusztrált, hogy neki nem elég, hogy rendkívül sok egyéb munkát kell ellátnia, hanem még most egy plusz feladatot is meg kell oldania, azaz ez egyik vármegye kapacitás hiányát is föl kell vállalnia, úgyhogy egyébként már ők is kevesen vannak a saját vármegyéjük ellátására. És főispán úr nem csinál semmit. Tehát ugyanannyi idő alatt kellene neki sokkal több munkát elvégeznie, mint amennyit egyébként már eleve sem tud elvégezni. Ezt nyilvánvalóan frusztráltá teszi. A beteg szakdolgozó orvos kapcsolat, ugye ebből a két frusztrált egyénből olyan sok jó nem jöhet ki. És akkor csak ezt a részét láttuk, azt a részét nem láttuk, hogy ezt nekem ennyiért kell csinálnom, vagy annyiért kell csinálnom, nem kaptam meg a szabadságom, pedig már rég el kellett volna mennem szabadságra, hiszen már másfél éve nem voltam sehol, és teljesen ki vagyok égve, tehát ezekről a részekről akkor nem is beszéltünk. Ez a jelenlegi rendszer, ez mindenkit megnyomorít. Ennek nincsen nyertese, ebbe csak vesztes van. A kormány, meg a vármegye, az meg ül a helyén, és nézi ölbetett kézzel, hogy nem történik semmi. Szerintem, és erről majd fogok írni egy cikket,
ez valóban most azt látjuk, hogy hogy omlik össze a rendszer. Tehát ezt most nagyon sokan valóban ezt megélik, akiknek adott szolgáltatás lenne szükség, és nem elérhető, vagy az ország másik felén tudják ezt megkapni. De itt van az a pont, ahol szerintem most az orvosoknak, szakdolgozóknak nagyon erősen össze kell fogni. Ki kell kényszeríteni azt a béremelést a szakdolgozók fele, ami már régóta megilletni őket. Tehát itt nincs mese. Itt nincsen arról szó, hogy Vodafont vásárol a kormány, vagy techból asztalokat. Itt arról van szó, hogy ezt a pénzt bele kell tolni a szakdolgozók bérének rendezésében. Nem beszélek a pedagógusról, mert az nem értek, az egy másik kötetet, de nyilván azt is. Tehát nem de most az egészségügy aspektusából nézem a társadalmat. Ebbe bele kell tolni, és hogyha ez bele van, megoldódik, akkor lehet majd utána a rendszert egy kicsit újra fölállítani, megfelelő oktatása, megfelelő továbbképzése. Gyakorlatilag egy 4 éves ciklus alatt azért helyre lehetne pofozni azt, amit itt nagyon sikeresen szétvertek az elmúlt megfelelő évben, és összegek. Még előtte is, tehát én mondom, hogy ez csak az elmúlt 10 év hiánya, de nagyon nagy, tehát az utolsó nagy harmadát a szétverésnek azt itt sikerült megtenni. Szóval egy 4 éves ciklus alatt képzésen mindennel helyre lehetne azt állítani, ami most abszolút a mélyponton, vagy a mélypont felé közelítve válságban van. Mert azért egy kicsit fejtsük ki, hogy mire megy egy akár még oly jó orvos jó egészségügyi szakdolgozó nélkül? Semmire. Nulla. Komolyan mondom, nulla, hiszen mondok erre egy példát, sürgősségi osztály, nincs elég szakdolgozó, nincsen betegszállító, nincsen megfelelő nővér, nincsen megfelelő orvosírnok. Bejön a beteg, odaállítottak mondjuk a sürgősségi osztály egy olyan orvosírnokot, akinek ebben nincsen, mert szegény nem ebben, hanem mondjuk a más területről jött, nem ebben erős. Ugye még a beteg adatokat beviszi, még visszakérdez 8-szor, hogy mi a baja, még megérti, még leírja. Ez alatt a sor az növekszik, és a kritikus állapotú beteg sem jut tovább. Ha nincsen mondjuk betegszállító, akkor én hiába írom ki a röntgent, ultrahangot, CT-t, bármit, ha nem tud a beteg eljutni oda. Persze eltolhatom én magam is, ahogy ez meg előfordul, de akkor ugye nem tudom ellátni a következő beteget, akik közben vár. És ugyanez az igaz akkor, hogyha nincsen mondjuk megfelelő nővér a rendszerben, akkor mindent nekem kell megoldanom, miközben 3-4 olyan lassabban tudom megcsinálni a munkámat, mint hogyha van egy jó képzett szakdolgozó, aki gyakorlatilag egy csomó mindenben helyettesíteni tud. Hát egy csomó mindenben ügyesebb, mint az orvos, hiszen... És ezt akarom mondani, hogy csomó mindenben kezem alá tud dolgozni, vagy csomó mindent meg tud oldani. Hát van, ami... Tehát mondjuk egy vénás... Akkor nekem kell levennem a vért. Amit mondjuk. Egyébként sokszor a szakdolgozó ügyesebben és kevésbé kellemetlenül csinál. Igen, nagyobb rutinja van adott esetben, egy adott orvosa szemben. Nekem kell levennem a vért, és amíg én a vérlevétellel foglalkozom, nem tudok megvizsgálni egy másik beteget, vagy nem tudom a dokumentációját átolvasni, nem tudom beírni. Tehát egy csomó mindenben elengedhetetlen. Az, tehát nem abban a... nem az 1800-as években élünk, amikor, de ott is elengedhetetlen volt. Tehát nem is tudom, hogy... Volt a medicinának olyan korszaka, amikor a szakdolgozó nem volt ugyanolyan? Hát amikor sámán olvasott, igen. Tehát amikor sámán egyedül betépte, körbe táncolta a beteget. Tehát ez lehet, tehát, hogy ide tartunk, és akkor ez idenben van. Azért ez eléggé ijesztő jövőkép, de hát ijesztő nem csak a jövőkép, a jelen is. Ha például azt nézzük, hogy hát ugye az 1000 sebből vérző egészségügy kétségbeesett lépésekkel próbál öngyógyítani, és ez nem csak leállásokat jelent, mint például az egész megyéért felelős Szolnoki Hetényi Géza kórházban a gyermekintenzív ellátás megszüntetése, de... Időszakos megszüntetése. Mert nyilván, de nem lehet azt mondani, hogy ne menjen el szabadságra. Nem, mit tudok kezdeni az adók? Tehát ez nem normális. Nem normális, hogy elmegy valaki szabadságra, igen. És megszűnik az ellátás arra, igen, az időre. Így van.
És nemrég kritikával illette, illetve hát részleges kritikával, mert maga az ötlet az nem hülyeség, csak abban a formában, amilyen problémát orvosolni kívánnak vele, arra alkalmatlan, és abban a formában hülyeség. Ez a kerékpáros mentés gondolata, ami nekem egy kicsit hasonló vonalnak tűnik, hogy kényszer megoldásként kiegészítő megoldásokat próbálnak teljesen arra alkalmatlan funkciókra alkalmazni. Ezt meddig lehet így csinálni? Nem is ez a baj ebben teljes mértékben. Itt ebben az a nagy baj, hogy ugye amikor én a motoros mentést annak idején megcsináltam Magyarországon, akkor viszonylag stabil lábakon állt a mentés, tehát lehetett mentőautót hívni, többé-kevésbé ki is érkezett, hullámzó szakmai teljesítménnyel. Ez a hullámzó szakmai teljesítmény, ez az idők végezetéig megmarad, amíg nem lesz egy tisztességes képzés. Akkor ez a történet egy plusz szolgáltatás volt. Tehát azzal tudtam az első év után meggyőzni a döntéshozókat, hogy az első szezont azt a Balatonon kezdtük, majd amikor a balatoni szezon lement, akkor áttelepültünk Sziget-Szent Miklósra az M0-ás közelébe. És azzal tudtam meggyőzni a döntéshozókat, hogy a motorra fölpakoltunk egy kamerát, és a kamera felvételt bevittem nekik, hogy néz ki az M0-ás egy dugóban. És ott akkor nem nagyon lehetett se jobbra, se balra félreállni, tehát ott tényleg küzdködtek, de ezt azért is tudom, mert ugye a Sziget-Szent Miklósi mentőkkel akkor nagyon jó viszonyom volt, és ők is beszámoltak arról, hogy borzasztó a közlekedés. És az a pillanatok alatt meg lehetett győzni, hogy egy gyors, effektív ellátó egység megy, aki magas kompetenciával, magas felszereltséggel a helyszíne tud érkezni, és egyedül el tud kezdeni életmentő beavatkozásokat is, amíg meg nem érkezik a felmentő sereg. Nyilván nem ő fogja elvinni a beteget, de ő el tudja kísérni a kórházba, és egy stabil állapotban van a mentőben, hogyha az állapota romlik, félreállnak, és folytatja az ellátást. Akár hát nemrég beszélgetünk pont egy ilyen esetről a csecsemőmentők kapcsán. Nekem volt ilyen, hogy akár ott hagytam a motort, és akkor menjünk be a mentőbe, és elmegyünk a beteg. Akkor ez visszafele fölvettük a motort. Tehát ez nem egy ördögtől való gond. A probléma az, hogy akkor volt megfelelő létszámú állomány ennek a feladatnak az ellátása is, és az alapfeladat ellátása is. Most arról van szó, hogy nincs meg, tehát van egy dézsa, és ebbe a dézsába folyik a víz. És túlfolyt a víz, de már régóta. És akkor vagy két dolgot tehetek, vagy növelem a dézsa nagyságát, ugye ez lenne az, hogy akkor a mentő dolgozók számát növelem, vagy pedig megpróbálom a vizet, a víznyomást, vagy a víz átfolyásának a sebesség, vagy a víz mennyiséget megpróbálom csökkenteni, ami a dézsába folyik. Ez lenne az, ugye, ami szerintem alapvetően feladata lenne a mentőknek, hogy meghatározzák, hogy mi a mentőszolgálatnak a feladata. Mi az a betegségkör, amire mentőt kell küldeni, és mi az, amire visszautasítható. Azt mondja, hogy kérem, menjen el a házi orvoshoz, persze, ha van, mert ilyen sincsen sok helyen, vagy kérem, forduljon egyéb egészségügyi szakértőhöz, vagy létrehozni egy valós doktorinfo rendszert, ahol betelefonál a beteg, és ugye azt a dogmát megszüntette a COVID, hogy betegellátás nem megy online, és ott kap megfelelő tanácsot, és azzal adott esetben egy-két nap múlva el tud jutni a megfelelő szakorvoshoz, aki megoldja a problémáját. Tehát ez a dézsa, ez a víz csökkentése. A másik, hogyha növelem a dézsa méretét, ez jelenteni azt, hogy plusz dolgozókat veszek föl, akik ezt a megnövekedett víz mennyiséget föl tudják szívni. De itt nem ez történik. Itt sem, nem nyúlnak hozzá a mentés irányításához, tehát nem mondják meg, hogy kihez és hogyan jár a mentő, és ki az, akit egyébként vissza lehetne bátran utasítani, hiszen az ő problémája egy körömágygyulladás, amihez nem kell mentőegység, és ki az, akihez meg nagyon kell. És nem növelik meg a létszámot sem, hogy a körömágygyulladástól kezdve az újraélesztésig és a sztrókos beteget el tudják látni, hanem azt mondják, hogy akkor te most nem mentőautón üljél, de te most akkor biciklin kapsz, biciklizzél túlórádban. De már így is túlóráznak. Hiszen Budapestre rendszeresen vidéki mentőegységet tesztük, el is ismerik már, évek óta vidéki mentőegységeket vezényelnek túlórában. A Szigetet túlórában biztosítják.
Tehát egy csomó, tehát mert ők így is úgy is túlóráznak rengeteget, akkor hova kell még tovább növelnem a túlóra számot? Szóval nem plusz humán erőforrással, nem okosabb mentésszervezéssel próbálják ezt a kérdést megoldani, hanem most azt mondják, hogy akkor majd a körömágyulladáshoz kiküldjük a bicikliseket. Úgy tűnik az egészségügynek az 1000 rákfenéje közül talán a finanszírozás és a menedzsment a legsúlyosabb. Sajnos a játék a bőrünkre megy, az egyszeri állampolgár pedig nem nagyon tehet más túl azon, hogy a falba veri a fejét. Érdemes azért odafigyelni a Kunec Zsombor féle szakértők álláspontjára, mert ha más nem is tehetünk, legalább legyünk képben. Nagyon szépen köszönöm ezt a ma reggeli beszélgetést. Köszönöm szépen. Jó, fogom viszont hallásra.